Én azt gondolom, hogy egy sok szempontból nagy teljesítmény. Ez a tábor a Bálványosi vagy Tusványosi Szabad Egyetem az elmúlt és az alaptörvénynek a sarkalatos egy másfél százados történetről beszélünk, hiszen a kiegyezés van a bukovinai magyarságnak, és jöttek létre azóta is újabb névtársi, kulturális és gazdasági, tehát egységes módon beszélhetünk Kárpát-medencéről, ugye oktatásra, kultúrára. 30 évvel ezelőtt kezdődött el a rendszerváltoztatás, és már 90-ben létrejött az első olyan nemzetpolitikai tábor, amelyből kialakult maga a Tusványos. 30. alkalommal nyitjuk meg ezt a tábort. Nemzetpolitikai szempontból a legfontosabb táborról beszélünk. Egyébként minden évben minden régió hasonló táborait megrendezi, de ez a fő esemény. Erre is utal a kifejezés, a motto, hogy egy a tábor, meg arra is, hogy egységes magyar nemzetről beszélünk, és talán, ha kicsit a politikára is gondolunk, egyre inkább egységes politikai táborokról is beszélünk a régiókban. Igaz, ezt láttuk Kárpátalján is, ahol a magyar szervezetek összefogtak, és a többi területen is reméljük, hogy egyre inkább ez lesz a jellemző. Az elmúlt években számos olyan gondolat született meg itt ezekben a táborokban, ami utána jogszabályokban, törvényekben, intézkedésekben is visszaköszönt. Gondoljunk itt akár a státusztörvényre, magyar igazolványra, oktatási nevelési támogatásnak az elindítására, akár az alaptörvény szavaira, de gondolhatunk arra is, hogy ilyen tábori ötletekből született meg a kettős állampolgársági törvény és számtalan más intézkedés. Úgyhogy én remélem, hogy az idén is lesznek ilyen ötletek, amik majd előre viszik a nemzetpolitikát is. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években, amiket elindítottunk, azokat kell megerősíteni, és a nemzetpolitikának a homlokterébe vagy középpontjába állítani. Ilyen az identitásnak a megerősítése, aztán különböző régiókban mindenképpen ilyen a szülőföldön való boldogulásnak az erősítése, illetve a magyar közösségek, vállalkozók, magyar embereknek a gazdasági megerősítése is a Kárpát-medencében, és azt gondolom, hogy egyre inkább ilyen feladat a családok támogatása, a családoknak a megerősítése. Nagyon-nagyon előremutató az, hogy a tavalyi magyar állandó értekezleti zárónyilatkozatba bekerültek a magyar családok, és minden magyar párt a politikája, a közéleti tevékenysége középpontjába állítja a családok, a magyar családok megerősítését.